Az elmúlt hatadásban olyan köztéri szobrokat és emlékhelyeket néztünk meg, amelyek a városban találhatóak. Ezek nagy része fából készült, néhány volt, amelyik kőből, volt egy, amelyik krómacélból készült. Most pedig kijöttünk a város határain egy picit túlra, följöttünk a Magyarhegyre, ahol egy riolittú fából készült szobrot fogunk most megnézni. Korábban már néhány szót ejtettünk róla, azonban a találgatások, félreértések, a közhiedelmek eloszlatása érdekében szerintem néhány szót érdemes szólni róla. Amikor beszélgettem sokakkal a szoborral kapcsolatban, akkor felmerült az a kérdés, hogy most a Szent Orbán vagy Szent Vendel szobrához jövünk ide ki a Magyarhegyre. Nézzük meg mind a kettőt. Ugye Szent Vendel, ő egy 6. századi pap volt, akinek az apja, aki Skóciából származott, azt szerette volna, hogyha a fia is valamilyen vezető funkciót tölt be az adott törzsön belül. Hosszúra nem ereztem itt a vacsoraidő közben, nem szeretnék nagyon sokat beszélni, viszont azt mindenképpen tudni kell, hogy ő mindenképpen a papi pálya felé fordult, remete életet folytatott, és pásztorkodott. És pásztorkodása közben nagyon sokat járta a legelőket, és egy alkalommal olyan messzire hajtotta el a junyájat, hogy nem tudta őket megitatni, és akkor a pásztor botjával belecsapott a földbe, és azon a helyen forrás fakadt, ahol meg tudta itatni a juhokat. Majd amikor a gazdája megérkezett és letolta ezt a Vendelt, hogy hogy gondolt, hogy ilyen távolra viszi a juhokat a szálláshelyüktől, akkor isteni segítséggel, mire a gazda hazért, akkor már a nyáj Vendellel együtt megint csak a helyén volt. Hamarabb hazaértek, mint a gazda maga. Ezt kell tudni Vendelről. Ő azért kapcsolódik ide, mert a pásztorkodás, az állattartás, járványok, eloszlatás, azok mind az ő fennhatóságára tartoznak szentként már. A másikuk, Szent Orbán, ő pedig május 25-én ünnepli a neve napját. Az utolsó fagyos szentként tartják számon, még egy késői fagyos szentként, és azt tartja a mondás, hogyha Orbán napján jó idő van, akkor ugye már a fakadó szőlő fürtök is épségben tudnak tovább fejlődni, tehát hogyha ő megvédi a szőlőt, akkor utána szép termés várható. Így aztán joggal lehetne Szent Orbán is, meg Szent Vendel is itt ezen a helyen. Hát a megoldás az máshol keresendő. Ha ránézünk a szoborra, akkor azt látjuk, hogy a központi oszlop törzs mellett van két oldalt egy-egy posztamens, aminek függőlegesen két szobor helyezkedett el mindkét oldalán. Az egyikük volt Szent Orbán, másik meg Szent Vendel, de középen az oszlop fő legfölül ott Mária található. Az oszlop törzsön fölfutó, hát most már eléggé nehezen látható szőlőfürtök is a Krisztusra utalnak a középkori szokások szerint. Az én gyerekkoromban, amikor én itt olyan 30 évvel ezelőtt a szomszéd telken éppen zöldséget gyomláltam, mert ide futott ki a konyhakertünk vége, akkor soha nem gondoltam arra, hogy ez a szobor ez 30 évvel később még itt fog állni, mert akkor is rettenetesen romos állapotban volt már. Sokat romlott azóta is, de azért néhány dolog még mindig látható rajta. Ha a bokor felüli oldalát nézzük meg először, akkor azt láthatjuk, hogy 1760-as a szobor keletkezése, de nem itt állt, hanem majd, hogyha a másik oldalt is látjuk, akkor láthatjuk azt, hogy 1900-ban került ide, annak a gróf Ungyadi Lászlónak a jóvoltából, akiről már a Betánia kastély kapcsán annak idején beszéltünk, ő volt a Csáki Hunyadi kastélynak a utolsó birtokosa, ő volt az, aki akkor a nővéreknek ajánlotta föl a kastélyt. Nagyon kevéssé lehet már látni néhány feliratot itt a szobron, azonban ezen az oldalon láthatjuk a könyörögünk Isten áldásáért feliratot, a másik oldalon pedig, ha jól emlékszem, akkor Gróf Hunyadi Lászlóné azt kérte, hogy az szerepeljen az 1900-as felújított szobron, hogy kegyeletből kijavítatta és ehelyre állítatta Gróf Hunyadi Lászlóné. Akkor került ide föl a hegyre, ami szerintem nagyon jó helyen is van egyébként. Ezen az oldalon, az oszlop törzs két oldalán, ahol a két szobor állt, ott most már a felirat nagyon kevéssé látható, én amikor régebben egy pár éve kijöttem fotózni, akkor még lehetett látni. A bal oldalon, itt a csigavonalak fölött a Mi Úrunk felirat még talán nagy nehezen nagyítóval kivehető, a másik oldalon pedig az Üdvözlégy Mária felirat az, ami látható. Nincs könnyű dolgunk, amikor azt szeretnénk elérni, hogy ez a szobor ez valamelyest megmaradjon, vagy helyreállítassék. Erre két kísérlet is történt már. 2000-ben a Városvédő és Szépítő Egyesület jóvoltából, 4 évvel később pedig a Szikszói Hegyközség volt az, aki
kért egy felmérést, javításra árajánlatot. A teljes felújítás, helyreállítás az, hát az akkori árakon, tehát 10 évvel ezelőtt is már a 4 millió forint környékét jelentette. Tehát komoly beruházást igényelne, azonban ha egyszer sikerülne a más nem pályázati forrásból egy felújítást végrehajtanunk rajta, akkor az nagyon nagy segítség lenne. Az alapítvány elképzelései szerint egyébként nyilván ez most magánterületen van, de azért mi azt gondoljuk, hogy hát ha lehetne olyan egyességre jutni, hogy itt akár egy emlékhelyet néhány paddal egy kis kirándulóhelynek meg lehetne hozni.